Gyerünk valami epic tudtat még így a végére. Most már. Várjál, lelövöm. Basta! Ez az! Hello, srácok! Ez itt a Minecraft sorozat 12. része! Na, szóval itt hagytuk abba, hogy ide teleportált egy Enderman. Hát az előző rész végén megöltük. És ugye itt hagytuk abba, hogy itt megcsináltuk itt ezt a kis részecskét. Nézd, majd de ki lehet jönni, de király! Komolyan, hát menjek-e én is ki? Ujj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 
az? Segíts, kérlek! Segítség! Hogy tudtál oda kimenni, te benja? Bemehetek most? Már nem fog lezonni? Nem. Ragd vissza a kerítést. Tisztán engem lett traumától. Ragd vissza a kerítést, na. Olyan te... Ja, mert hozzám itt a kerítés. Igen. Pillanat, pillanat. Már is itt a rakom. Na. Így. Így. Jó. Na, na. Hol le? Mint régi farmájában. Örülök, jel. Le is veszem az én csöncsálkány farról. Úgy örülök. Na, srácok, itt úgy döntöttünk, hogy amúgy itt nem lesz itt a második szinten. Bár hát nem tudom, Krisz, amúgy nem néz ki jól szerinted ez a rész itt. Hát, nem tudom. Szerintem itt az e fölött lévő, szerintem az nem annyira jó. Itt van a csúcs alakik. Ez szerintem nem olyan jó. Ez nem olyan jó, mi? Amit én építettem, te macskács! Ki akarsz esni? Ki akarsz esni az ablakon, Krisztián? Csak hátra, ki akarsz esni az ablakon, mi? Mi? Ki akarsz esni véletlenül az ablakon? Mi? Távolítsd el magad innen a macskas írhádat. Ki akarsz esni véletlenül az ablakon, barátom? Na mi már? Csucska, támad! Támad! Nem! Á! Úristen, ez az őrült kutya, már megint meg. Nem, most már jóba vagytok a csucskával, nem szabad. Csucska! Nem simogasd meg a Krisztiánt, jó? Csucska, gyere, simogasd meg a Krisztiánt! Igen, megsorgatok én mindjárt egy nyíl metsző egyelőre. Na, srácok, itt lesz az, ez lesz az én szob. Hát nem is igazából, hogy én szob, de igazából ez az én szob nem lesz. Szóval... Igen. Tudod, mi lesz a tiéd. És itt meg szeretném ezt megcsinálni olyanra, mert ez nem igazán tetszik, hogy itt ilyen, itt így be van építve szerintem. Jaj, de jó lenne egy ilyen kilátós rész. Szóval, akkor azt fogjuk csinálni, hogy itt lesz egy ilyen kilátó rész, és akkor ezt itt lebontjuk. Ezt itt. Ám mondjuk nem tudom, elég jól néz ki így most így nézem. Hát, szerintem jobb úgy, hogy ilyen igen? Kilátó. Jó. Akkor úgy lesz. Na. Mindegy, most ez így volt egy picike ideig. És akkor ezt így megfogjuk, és így levágjuk, hogy süty, süty, süty. Süty, 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 süty. És akkor így lesz, mint a ja, és már vágod is. Időkben. Hát még, hogy... már vágod is le. Hallod, Máté, amit te vágod, ezt nem tudják megnézni az éme. A csapdámat, jó van? El is állt az eső, juhú! Jó, emlék, megnézem. Hát az eső elől bemenekült valaki a csapdámba valami állat. Az eső, jaj. De hát akkor siessél, mert már végen az esőnek, te. Hát az eső elől menekült be, hát ki menekült, mert nem tud, beesett a csapdába. Hallod már? Máté? Mi van? Figyeld. Nehogy lelök, te! Na, megyek gyorsan, gyorsan! Igen, és akkor azt itt beizeljük itten. Na. Szerinted lesz valami benne, Máté? Nézzük. Én szerintem lesz valami benne. Szerintem... Nézd ide, Máté! Szerintem lesz benne egy creeper. Nézd, Máté, nézd ide. Hova? Hát itt a... melyik csomfa? Hello! 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 Hello, na. Hello! Na, melyek nézem, hogy lesz benne valami csapdámba. Remek. Na, srácok, azt terveztük, hogy itt a videó végén fogunk csinálni egy jó kis horgászversenyt. Na, mit szóltok hozzá? Mit szóltok hozzá? Ezt nem mondok komolyan.
Vigyázzunk, hogy le ne essek. Nincs benne okay. Megint semmi, te. Szerinted a fényre jönnek az állatok? Kiteszek ilyen... Megy le a nap! Azért szerinted a fényre jönnek az állatok a csapdába. Csapdam elől teszek fényt. Szerintem nem biztos jönnének, nem? Nem tudom, hogyha őszinte akarok lenni vélet. Hát én teszek akkor fákjákat, és akkor hát az befalja az állatokat. Na, srácok, bocsánat, hogy most itt megint építkezek, meg ilyesmiket csinálok. Már egyszerűen elég jó lett így, szerintem. Igen, szóval akkor a videó végén csinálunk egy peca versenyt, és aki nyer, az, az lesz király. A király. Jó? Na, és Máté, elmondom, hogy hogy kell, nézd. Van kerítés? Csináljuk mind a kettőnknek egy chestet. Igen. És menj majd a peca versenyt, és ha vége van a peca versenynek, föl kell jönni a házba, és be kell tenni a chestbe a cuccokat, amit pecáztunk, minden. Aha, igen. Igen. És akkor aki fasz a dolgokat pecázott, az nyer. És majd a srácok fogunk szavazni, hogy ki nyert a peca versenyt. Igen. Jóval. Biztos vagy te a bád. Igen. Na, és akkor kell craftolni egy chestet, le kell rakni. Itt lesz, itt lesz a két chest, jó? Igen, itt legyen a két chest. Aha. Jó. Igen, és akkor, és akkor az én ágyam felül lesz. És ez lesz a tiéd, vigyázz? Lesz a te chested. Jó. Chris chestje, Máté chestje. Jó. Akkor Chris chestje, meg Máté chestje. Jó lesz? Na. Jó van. Na. Igen, és ide lesz majd betéve. Na, és akkor így ki kell üríteni nagyjából a inventoridat, hogy legyen hely. Meg... Hallod, Chris? Meg hát ilyeneket. Mi van? Jaj, ide. Mi történt itt? Nem nyúlunk az ancient csákányhoz, már megvagytam te! Hát nem nyúltam hozzá, megőrültél. Nem nyúlunk hozzá, mert nagyon rossz dolgok fogunk történni. Feljönnek a démonok a pokolból. Igen. Az ancient csákány a védelmező a pokol felől. Ő védelmezi a világot. Az ancient csákány, igen. És meg ki akarod szabadítani a krákent? Te, ője. És megüt. Mi volt az? Megütött valaki? Hallottam. Kéne egy izét. Hol vagy, macska? Hol vagy? Mutasd magad! Szerintem én tudod, mit csinálok, Máté. Szerintem... Én is még mielőtt összkészünk a perc a versenyre, azelőtt építem a szobám, jó? Jó. Építed, ha akarod, képíts. Ja, mert mit építesz bele? Vagy mit csinálsz? Hát, itt be fognak teremni szörnyek, úgyhogy ezt marha gyorsan csinálj. Igen. Na, szerinted izéből legyen a fala? Üvegből? Vagy fala? Vagy fala fel. Vagy üvegből legyen a fala, vagy fából. Hm? Ha Máté. Hogy egy üvegből. Máté. Üvegből, vagy lombból legyen a fala, vagy fából szerintem. Szerintem a fala az lombból legyen, az tök jól néz ki. Itt. Igen. Aha. Uh-huh. Jó van. Na, srácok, hát amúgy van gyémántcsákányom, ami azt jelenti, hogy tudok bányászni obszidiánt, szóval le is melyek bányászok obszidiánt. Van gyémántcsákányod? Persze, hogy van gyémántcsákányom, te macskos. Hát számolt komolyan, add már ide. Na, ezt egyelőre ide lerakom, nem tudom, hogy hol lesz a helye. Ja. De mindegy. Jó, akkor én meg csinálok egy saját chestet. Jó, itt van. A saját chestet, te. Jó, de nem úgy, hanem a szobámba. Hogy kell chestet csinálni? Körbe rakod, úgy, mint a kemencét, csak fával rakod ki. Na, srácok, leszeretnék menni bányászni obszidiánt, és megcsinálni az enchant table-t. Akkor kell vágnom fát, mert nincsen. Ott van Jonathan. Hideg van, és fázik a Jonathan. Ezt nem hiszem, hogy kell vágnom fát. Neked a hótajnak kellett vágnom? Van fa nálam. Igen. Aha. Na, majd én vágok. Nem kell neked a alamizsna fát. De ne, most menjem már le fát vágni, te Nem megyek én. Csak nyugodjál meg. Jól van. Én tudom magamat kezelni ott kinn a vadonban. Keresünk egy fát. Nyírfából lehet chestet csinálni. Máshogy néz ki az, mint a sima chest. Nem, az nem. De lehet, akkor... lehet csinálni, de nem néz ki máshogy. Sajnos pedig amúgy azt megcsinálhatnák, hogy máshogy nézzen ki. Jó lenne. Jó. Akkor vágok nyírfát.
Na, srácok, ilyen is lett ez a... hát itt elrontottam, de mindegy, hogy kicsit aszimmetrikus. Aztán ez se rossz igazából, nem. Na. Jó. Teszek be chestet a szobámba. Ó, de zsírkirály. Ott is chest. Ó, de jó chest. Azt a firkantyút nézd. Azt figyelj. Már is egyben jobban néz ki a szobám, hogy ott van benne a chest. Igen, mit, hadd nézem meg. Mit nézek? Hol? Ó, hey. De jó. De kis ügyeske ugye? Vagy. Na. Ugye milyen jó? Így lesarkintam azért. Jó. Gyere. Hagyj egy pacsit. Most majdnem leütöttelek te. Ez miért a robbanás amúgy állandó, amikor megöltjük magunkat? Hát mert olyan erőset ütök, hogy egyszer fölrobbansz. Aha. Amikor megütlek. Igen, és amikor te robbansz fel, amikor én megütlek, akkor mi történik? Azt akkor olyan nincs. Hogy nem létezik. Aha. Biztos. Na, egyelőre ez így fog kinézni. Amúgy szerintem ez így elég hangulatos lett ez a második szint. Kicsit ilyen nyitott. És ilyen jó kis kellemes kis körbenézős. Igen, és akkor itt lesz egy ilyen jó kis... Ez lesz itt a teteje a háznak. Bár az is lehet, hogy még ide építünk amúgy fölfele mindenféleséget, meg jóságot. Ilyen jó nagy lombat építünk majd ilyen. Bum, de az majd nagyon később lesz. Na, egyelőre ezt megcsinálom itt a szobámat, úgyhogy szerintem föl is hozom ide az ágyamat. Vagy ne, ne hozzam még fel az ágyamat ide. Máté, nem tudom. Legyen még itt az ágyam. Fel akarod hozni az ágyadat, Máté? Máté, fel akarod hozni az ágyamat? Nem, még itt. Tudod mit, föl se viszem az ágyamat. Itt lesz örökké az ágyam, mert itt a jó helye van az ágyam. Jaj, de gonosz! Ezt nem, hogy kipróbálhatnánk. Hát most meg kell öldöm. Meg egyszer, mert el kell pusztítsam. Igen. Nem gonosz ember, nem hordottam hátán az a földkerekség, mint te vagy. Pajzsot nem lehet odaadni neki, de szar. Na, gyere ide. Gyere ide. Máté. Mit mondtál? Húzz innen. Mi a szar ez? Mi tette ide egy zombi ember? Na, azt a mindenségit, uram. Ez lett itt a védelmező. Menjél innen! Ez micsoda? Ez a védelmező. Igen. Erre rá lehet rakni ezért? Nem. Kipróbálom, hogy milyen jól tud védelmezni, jó? Ne! Miért? Azért, mert távol tartsd magad tőlem, megértettél. Jó, na akkor fejbe lövöm, megnézzük, hogy hogy védje, jó? Igen. És hogyha én lőlek fejbe egy nagy darab... Mivel? Nagy darab ágyugolyóval. Igen. És leszáll a fejed, mi? Óvatosan ezekkel a kijelentésekkel, kedves uram. Na jó, hogy gyorsan lekapjuk az én csinál. Nem! Ez hülye. Hozzá nem menj nyúlni, mert kiszabadulnak a démonok a pokolból. Nem én nyúltam hozzá. Nem én nyúltam hozzá. Följött a nap! Följött a nap, jé, yeah, mehetek bányászni obszidiánt. Na, srácok, lemegyek bányászni obszidiánt, jó? Gyorsan, én meg elmondjam, hogy mit csinálok. Szedek. Lomba. És... Már lövöldöz a kis csicska, man. De miért nincs vas sehol, Máté? Ja, nálam van, kell. De miért van nálad? Ja, itt van, 564, jó van. Várjál. Ja, minden jó, úgyis lerakom, mert nem kell. Meg a kerítése kell, úgyhogy azt csak lerakom. Ollót izéltem, hogy tudjam a lombot rakni. Nem tudom, hogy hol vannak a vasak. Itt. Itt van egy vas. Na, jó. Jó. Na, okay. Gyerünk obszidiánt bányászni. Pum, 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 pum. Mész obszidiánt bányászni? Igen. Egyedül. A sötétség. De Máté, óvatosan, hát az én nélkülem nem ennyire szerintem a bányában. Ja. A kis gyenge tested ott összerakva. Egyedül. Mindjárt úgy összeroppantalak, mém, mindjárt. Na. Hát milyen félelmetes hangok voltak! Tényleg, most odatettem a fákjákat, megnézem a csaptámat. Na ott látok obszidiánt, tehát leesni itt nem nagyon kéne, hoztam építőanyagot. Természetesen nem. Szóval bányásznom kell obszidián építőanyagot, és nem obszidián építőanyagot, hanem... Vagy így lássam magam, hogy ta... Ezébe, jó, van itt, lássam magam, na, ha, végül is ér. Valami. Hát ezt nem hiszem, hogy nincsen semmi. Miért? Nem járnak állatok szerintem, vagy nem tudom. De valami borzasztó, az bizonyos. Hopp, itt van egy járat. Milyen járat ez, uram? Hol vannak ilyen sötét erdei? Hú, itt ma voltunk. Egyszer valamikor.
Réges régen. Emlékszem. De itt nem sötét fák vannak, hanem sima tölgy. Ezt tudom, melyik ez a hely. És ez itt van. De furcsi murcsi. Na. Na, gyerünk már. Zombi uram, kérem távozzon. Na, és leesik az obszidiánhoz. Hát ezt komolyan mondom, ezt nem hiszem el, ezt komolyan. Jó. Jó. Oké. És valahogy úgy kéne, és elfogyott a fákjám. De jó, aj, annyira örülök. Olyan felkészültem, jöttem el le ebbe a bányába. Hát tipikus ilyen máté, ilyen bénaságoskodós. Hát... Ilyen bénaságos máté. Na, igen. És mehet is a bányászkodás. Jó! Hol van már izé? Ice Bucket Challenge! Hát azt ott csináltad? Úgyhogy túl ügyes vagyok. Majdnem beugrottam az izébe, nézd meg. Az obszidián nagyon értékes. Merre van sötét erdő? Merre van? Mondtam, merre amikor van először... Erdő? Hello! Merre vagy? Ami, ahol először bányáztunk, izét onnan... Vagy várjál? Merre is megy a nap? Ő keletre, a házunktól keletre van. Igen. Vagy inkább... inkább... Ott a szürk a low. Inkább dél-keletre. Szóval, ha megy le a nap, mert akkor mehetünk izéni. Pecázni? Igen. Hát de majd még kell pecázást gyártani, ilyenek. Pecabotot, ilyenek, tudod. Jó. Eddig 9 obszidiánom van. Mi ez? Itt van egy hatalmas nagy gomba. Az mit jelent? Hatalmas nagy gomba! Aha. És sok hatalmas nagy gomba is van? Hát egyelőre csak egyet látok. Mert miért kérdezel? Hát mert az van egy olyan biom. Hogy ilyen sok hatalmas gomba van, és ott vannak ilyen gomba tehenek. Komolyan. De hát nem tudom, hogy te olyan biomba vagy, mert az nagyon ritka. Szerintem igen, mert ilyen nagy gomba van itt. És ott is van egy nagy gomba. Igen. És ilyen gombás a tala is? Nem. És milyen fák? Van vannak most... fák? Hát ilyen sötét. Ja, hát ez a sötét erdő, hát ott is van a gombák, de... Mekkora barlang? Nem is láttam, mekkora barlangot, legalább vagy 20 blokk mélysége. Na bocs is, srácok, hogyha ez kicsit ilyen uncsi, de ezt most gyorsan megcsinálom, és szerintem egy 20-at bányászok, és hogyha meg lesz, akkor tudunk lemenni a Netherbe is. Szerintem ennyi elég, 16 darab, most mindegy, majd lejövünk még, hogyha kell. És akkor... ja, menjünk fel. És akkor megcsinálom az Enchant Table-t. Vigyázz már, tudod még vigyázni? Ezt a macskas creepert, fúj, majdnem rám robbant. Ja, nem ölt meg? Nem, szerencsére, mert sikerült elugranom előle. Béna vagy. De ha megöl, akkor kiírja oda alulra, hogy meghaltam te. Ja, tudom. Te. Ez nagyon idegesít, úgyhogy ezt kiválja, azt mondom. Na, jól van. Mindjárt visszaérek, és építem a izémet. Máté, és majd megnézed a házam, és elmondod róla, vagy a házad? A szobám, és majd elmondod, hogy mennyire te. Cég. Jó. Hát még nem hiszem, hogy ma kész lesz, ott de... Van, az a Jonathan? Nem az a Jonathan. Megszelítem Jonathant! Megcsinálok egy nyerögöd. Mi? Nyerögöd van. Van nyerögöm, igen. Igen, de béna vagy. Mindig azt hiszem, hogy te vagy itt fönn, mert... Na igen, a Máté csesztjébe belerakosgatunk cuccokat. Nem rakosgatok bele cuccokat, mert... Mert minek? Na igen. Máté, visszaértem. Hello. Hello. Örülök. Nézd, hogy menjek be a házba. Nézed? Nem. Hogy mered nem nézni, mi? Ja nem, pont hogy fordítva kell, 2 gyémánt kell. Azt tudod, mit nevetek, te őrült? Ott van! Mi az? Na.
Igen. És akkor... Mi az? Mi az? Ez kérlek szépen egy enchantment tébe. Igen. Muti már, dobd át nekem. Nem dobhatom át, mert ez nagyon értékes, és az értéke felbecsülhetetlen. Szóval ez, ehhez még csak véletlenül se hozzá se nyújjál. Jó? Igen, hát akkor pont, hogy nálam kéne legyen. Felbecsülhetetlen értéke van. Mert én nagyon jön nálam, nagyon jó kezekben vannak az ilyen dolgok. Ja, hát az, az biztos, hogy nálad nagyon jó kezekben vannak a felbecsülhetetlen pontosan, értékű pontosan dolgok. Vagy lemegyek, megszerítettem a Jonathant. És idehozom a állatot. Elég szelíd nekünk az alapból is, ez Jonathan. Nem nagyon ütögetett, ugye. Igen. Pontosan, ahogy mondom. Szerintem nem lesz ott baja, hogyha ott hagyom, mert most nem tudom behozni, vagy felhozni még ide sehova. Gyerünk, Jonathan! Gyerünk, Jonathan! Nem, Jonathan, nem szabad! Rossz! Rossz, Jonathan! Ez az! Megszeretett a Jonathan. Igen. Yeah! Krisztián, nézd ki az ablakon! Juhu! Juhu! Tud lomagolni a Máté! Hát én túl profi vagyok. Csaló! Csaló vagy. Nem csaló vagyok, hanem profession. Csaló. De csaló, még a nevejében is benne van ló. Szerintem beviszem csaló oda a izéhez. Oda az állatokhoz egyenlőre. Nézzétek ezt az ugratást! Wow! Oh my god! Micsoda ugratás volt. És majdnem rám robban a creeper. Fúj, ezeket a büdös creepereket már. Jó. Ne! Jó, megint jönnek a fantomok. Fantomi! Gyere! Gyere, Tomi! Fantomi! Né, meg ott vannak a fantomik. Gyorsan vissza a házba, vissza gyorsan! Eltaláltam a fantomit. Nem raktam rá a horse armort. Mindegy, Jonathan. Biztonságban van a kerítésen belül, úgyhogy nincs mitől félni. Ne! Átlátottam izérőt. Ott van kedves Jonathan. Átlátottam kül, és beragott a csomagkövet! Au! Bejött a házba! Jaj, ne! Megölted? Igen. Ó, te béna, hát hogy be, jó, hogy engedheted be a házba, te őrületes ember, mi? Hogy engedheted be a házba? Nem, én engedtem be. Felőtlen vagy? Nem azért hidettem ezt a házba, csak beengedjél ide minden szörnyűséges emberséget, hallod? Nem azért építetted ezt a házat. Hogy mered be engedni? Dühömtől most lőnöm kell egy kicsit. Várja, visszaveszem az izét, nehogy elfogyjon az ég. Te őrült! Tudod, milyen mérges vagyok ilyenkor? El se tud, össze tudnám törni a csontjaidat, te buta. Igen, akkor gyere, 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 na mi van? Nem tudod összetörni a csontjaimat, hát túl gyenge vagy hozzá, igaz? Komolyan mondom, borzasztó, nem hiszem el, hogy beengedi a házba a fantomot, és itt bejön, és szétver nekik gyorsan, aló, hogy... normálisan élni! Na, jó van. Na, akkor alszok, jó már? De először adok neked egy kis ajándékot ide a chestedbe, jó? Jó. Szerinted mi lesz az ajándékod? Szerintem. Aha. Remélem egy bomba és felrobbanok, és soha többet nem látlak. Igen. Na, jó, beletettem. Na, akkor megyek aludni, jó? Jó, Máté, megyek ennyi aludni. És utána megnézed reggel, mi az ajándék. Jó, megnézem. Na, jó, akkor megyek, várjál. Mindjárt odaérek. Megyek, megyek. Jaj, na beleakadtam a chestbe. Ezt nem hiszem el. Na. Jó van, mindjárt itt vagyok. Jó, na. Alszok, jó? Jó, Máté? Jó, aludj. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Ez őrült! Meg akar ölni! Hogy lehet éjszaka közepén felébredni és itt megtámadni a másikat? Hát ez meg van őrülve, komolyan mondom. Nem hiszem el, de elég, hogy beengedi itt a fontomot! Jaj, ne, túl csábító volt, túl csábító volt, hogy megüssem, és most megint nem alszik, ezt nem hiszem el. Nem, hogy nem engedi be, vagy hogy beengedi a fontomokat! Aludj meg! És ébred, és megüt! Ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Na jó van, ez egyszer elnézem neked a bitorlásodat, jó van?
Jó, na, holnap reggel, Krisztián, amint felkelünk, kezdődik a horgászverseny. Igen, de nincs pecabor. Nem jó, baj. Mindegy, akkor az is beletartozik. Igen. Izébe, hogy a pecabor. Na, srácok, jó. Kezdődik a horgászverseny. Holnap reggel én alszok, én ki leszek pihenve, de meg itt szórakoztat. Ki kell venned a fát a chestedből, mert nehogy az is hozzáadódjon a horgászverseny. Milyen fát? Ez az ajándékod. Hát, most elmondtam, hogy mi az ajándékod, várjál, akkor kicserélem valamit. Kicserélem? Igen, beraksz egy kis követ. Várjál, adok valami jó kis ajándékot. Itt is van. Igen, zombi húst. Jó, na, ottan beraktam egy más ajándékot, reggel ki kell venned egyből, jó? Na, hello, megyek aludni, jó van? Na, kicsit tornázok még. Na, én tök kipéhent leszek, te meg tök izé leszel. Tök ilyen fáradt reggel. Na, mert... Ó, de jól aludtam. Lapis lázuli, gyorsan. Igen? Gyorsan, utás. Jaj, ne! Nincs itt a chestem, ezt nem hiszem. És akkor meddig megy a horgászverseny? Holnap reggelig tart. Holnap reggelig tart? Jó. Oké, én indulok is, gyerünk. Á, kaja. Jaj, ne tényleg, nekem is nincs főzve, nagyon kajám, sok. Jó. Jaj, mit csinálok? Á, őrült vagyok. Jó. Jaj. Gyorsan, pókháló, hol van pókháló? Itt van, jó. Oké, csinálok egy pár izé. Új, de izgalmas ez a peca verseny, nem. Ugyanúgy mind izgalmas? Ez a kajám, ezt nagy véletlenül abba számoljam, hogy a halba. Jó, még egyet. Jó. Mert, oké, én indultam, megyek egy, találok egy jó helyet. Jaj, ne. Ez nem lehet. És betette a kaját, ezt nem hiszem, ez megőrült. Jó, azt kiveheted, az nekem nem kell már. Azaz, gyerünk! Ú, de jó előnybe vagyok, jaj, de jó! Jaj, ne! Ó, mit fogtam? Egy izét, egy enchantos horgászbotot. Nem, hogy nem fogtam. Már is fogta egy enchantos horgászbotot, az hazugság, ez kizárt dolog. Nem. Gyerünk, ú, még jó, hogy léterárvonom, amely nagyon gyorsan tudok hasítani a levegőben. Na. Szóval akkor következő napkeltéig van a perc a versenyig, igen, következő napkeltéig, éjszaka is kell nyomatni, ám. Tudom. Na, ú, de jó helyet találtam. Hol vagy? Sehol. Várja, igen. Igen, érzem a halak szagát. Ah, igen, erre lesznek, Jó. Igen, mert mi vagy te? Halszagláló. Igen, és ez nagyon fontos egyébként pecázásnál, ezt ilyen ostobák nem tudják, mint te, de... Amikor egy gyapjúnál állsz pecázás közben, akkor nagyon-nagyon-nagyon megemelkedik a halfogás esélye, úgyhogy mehet is. Jaj, de jó kis horgászó verseny, nem igaz? Na, mibe fogadunk, hogy én fogok nyerni, ha már ték? Mibe fogadunk? Semmi. Aki nyer, az megkapja a másiknak a horgászok cuccait, jó? Oké? Okay. És ugye a srácok döntik el szavazásból, hogy ki nyerte a horgász versenyt, jó? Hát, jó. Na, új, de jó az loot! Oh my god! Hú, azt, ami csodát fogtam! Ilyet te még sose fogtam, 100%-ig biztos vagyok benne. Én építek ide magamnak egy kőstéget, mindjárt. Ez az. Na, már azért valami olyasmi, ami azért jobb, mint a semmi. Na, építettem magamnak ide egy kőstéget. Oj, de jó! Kősték! Nevetsz a kőstégemen? Nem értem át én még a pecázáshoz, a kis bénuska. Nevetsz a kőstégemen, mi? Neves csak, barátom. Elég béna a kőstéget, hogy őszinte legyek. Na még egy hal. Már tényleg eddig hány halad van? Nekem? 6. És egy water battle-öm. 6 halad van. Itt van. És jó lenne, hogyha nem hazudnál. Nem hazudok, én csak és a kőkemény igazságot mondom. Dehogy is. Az mi a brandot csinálott? Az milyen gyorsan jött kapás. Ez itt nem jó az a hely. Gyorsan fogom, és arrébb megyek. Várja. Leveszem majd én gyapjú állványomat. Jó, levettem. Azt a mindenségit! Az már mehet is a Jonathanra. Na jó, van. Mi az? Majd meglátod. Ez hazudik, komolyan mondom. Na. Ide átjövök szembe. Mert ez itt jobb hely. De ne, lopd már el a halaimat. Nem lopom el. De hallopó. És miért a hátad mögött horgászol?
A hátad mögött van a zsinór. Nem, itt van előttem. Nem, ott a lábad alatt megy át a zsinór. Tökéletesen itt van előttem. Hát te bak vagy? Úristen. Már igen, szégyen. Meg akarsz alázni a nézőket is? Én nem látjuk ki, ha... Ez hülye, nem látjuk de ki, bejön ez a Krisztián. Komolyan ez nem látjuk ki, halad, nézd meg, direkt csal. Valami gonosz varázslatot nyomott rám a Máté. Ne látjuk ki nekem a halad. Nem ez gonosz varázslatot nyomok, én csak a tiszta igazságot látom. Igen. Hogy te béna vagy, én meg nagyon ügyes. Már jött kapás, de ügyes vagyok. Itt kicsit már sokat kell várni, úgyhogy kicsit arrébb megyek már, hát egy kicsit oda bedobok mindjárt. Be is etetek. Be is etettek egy kis, hát nincs nálam most beetető dolog. Ott jön. Ó, de jó. Na, megpróbálkozunk ott. Hát ott. Több kapás lesz. Ja, csak amit a Máté az nem tud, az az, hogy a halak, azok jönnek a fényre. Na, ott kell a fény mellett pecázni. Ja, és legugolok, hogy ne lássanak meg. Némteg. Ott egy kis tinta. Félreteszem a kutat. Némteget fogtál? Aha. Te csaló. Némteget fogtam, yeah. Te csaló. Én is fogtam az előbb baját. Jaj, nem erre dobom be ide. De hogy fogtál be, én vagy te ahhoz, hogy némteget fogja hassál. Nézd meg, elzavarja ez a nagy tinta hal itt a halaimat. Nem hiszem el. Húzzá innen. Elzavar itt a halaimat. Ujjjj, nem sokára megy le a nap. Ne öld már meg szerencsétlent! Jó. Na, most már nem zavarja a halaimat. Látod, Máté, így kell. Te még ilyen trükköket nem tudsz, de majd megtanulod. Na, mennyi halad van? Mennyi halad van? El sem mondom, mert meg sem tudom számolni. Nekem 13. Hát tudom, hogy nem tudod megszámolni, mennyi 2 meg 2, de... Miről beszélsz? Én bármit meg tudok számolni, kivéve azt, hogy hány halad van, mert az olyan sok, hogy ezt senki tudja. Hé, ne ide dob már én hozzám, csicsi. Ne, oda dobom, ahol akarom. De oda nem dobhatod az én helyemre. De hogy nem. Az én ki, faszán kialakított, fák, ez hülye. Jaj, a kis béna Krisztián nem bírja berántani. Hát igen. Várjál, kicsit bedobálom a cuccokat, mert van egy csomó ilyen értéktelen marhaság nálam. Jó? Hát azért annyira sok értéktelen marhaság nincs, de azért egy pár van. Hát igen, még a Krisztián ott szerencsétlenkedik, én addig 48 halat már kihaláztam. Hát eddig elég egész jó a loot, srácok. Hát mit ne mondjak. Na, én ide építek egy jó kis... Ugye, én mondtam, hogy építek egy jó kis kőstéget. Hát, azt nem véletlenül építettem, ugyanis az éjszaka jó meg fog engem védeni. Igen. Yeah. Engem nem kell én a kősték, hogy megvédjen éjszaka, mert... Na, mivel nem sokára lemegy a nap, és én már így sokkal nagyobb előnyben vagyok, mint a Krisztián, ezért én egy kicsit felmegyek, és hozok magamnak kis. Ó, mit fogtam? Aha. Tudod mit? Nem is megyek fel inkább. Ó, mit fogtam? Júj, miért nem? Mennyi, csak nyugodtan, mennyi, csak. Nem megyek. Hogy lehet megjavítani a cuccokat? Hey, nézd meg, nem fogod semmit. Ez hülye, direkt berántott, amikor kapás volt. Ez megőrült. Nézd, már beépíti magát a bunkerba. Jaj, hát Krisztián. Hát elég bén ez a Máté, de hát ez van. Na jó van. Uj, nincs nálam fákja. Még fákja sincs nála. Nem hiszem el, hogy ilyen bén ez a Máté. Nem véletlenül hívom Bénaságos Máténa. Na. Gyerünk, ez az, szereztem fákját. Na, én szerzek magamnak egy jó kis álcázás. Ne, nem tudok bemenni. Alkalmas. Gyorsan. Ú, de jól néz ki a háttérből a ház. Na, gyerünk. Azaz. Ú, de király. Ja, hát igen, a kis Bénja Krisztián az ott csicskáskodik, de hát ilyen ez. Majd őt megtalálják a zombik, én meg itt hátradőlve. Jaj, de jó kényelmes kis horgászatot végzek. Jaj. Na, kapás nem lesz? Ott jön a kapás. Ú, ez valami újfajta hal. Ilyet még nem is fogtam.
Jaj, ebben én csak Krisztián meg ott szerencsétlenkedik a csicska izéjével. Jaj, nem, még kell egy kis lomb. Jaj, de jó. De jó látni, hogy a csicska bejön a Krisztián itten. Bejénáskodik, még én faszán horgászok. Jó, jó. Nézd meg a Benja lomb izéjét, bunkerét. Az igen. Az igen, valaki nagyon tud azért. Na, srácok, hogy tetszik? 10-ből 10-re hányszor értékelnétek 10-ből 10-re az évet? Így. Azt a mindenségit, uram! Azt a ritkaságot! Hát ezt alig lehet találni. Ezt alig lehet találni, és én meg kifogom horgászod. Basszus, már megijedtem. Jó. Na, igen. De mindegy, ez is jó, ez is elképesztően jó. Várjál, egymás körbe, után kétszer. Körbefákjázom itt, hogy eliasszam a rovarokat, jó? Na. Oké, és mehet is, jó? Hoppá, ki van ott a Krisztián mögött? Megcsinálom a rituáltáncot. Hamma néma héma. Ú, micsoda dolgokat fogok én fogni a király bunkerem közülbe. Hát szerintem ez semmit nem ér ez a rituálé tánc, de azért megpróbálom én is, hogy... Ó, de azért én is megpróbálom, hát, hogy ne, ne legyek... Nem próbáltad meg. Ne legyek nézd, háttérben. Lopja ne legyek hát... Vagy hátrányban tőled. Hamma héma. Na. Tök mindegy, úgy is hátrányban vagy, mert egyszerűen agyi kapacitás, az túl alacsony ahhoz. Addig lehet nyomatni, amíg meg nem gyulladnak a szörnyek, jó? Jó. És onnan tudod, hogy mikor gyulladnak meg a szörnyek? Onnan, hogy látod. Jó. Ohaj, haver. Hát ez 2 évre való élelmet összeszedek. Betárazunk, hogy karanténba kerülünk itt a világban. Ja. Nem látom a kapást. Én nem látom. Hát igen, meg csicska béna vagy. Azért. Nekem olyan nagyon ügyes minőségű halak jönnek, hogy egyszerűen nem is látom a kapást. Á, majdnem azt hittem, ott jött a kapás, de nem. Minél gyorsabban, mostantól már csak horgászás reggelig. Jöjjön már kapás. De ez csalás, nem jön kapás nekem. Na, ott jön. Ez az. És hülye, hát ez kirepül a izé. Hajjaj. Jaj, ott egy creeper, jaj, ne. Hajjaj, mit támadott meg Krisztiánkám? Jaj, a csicska béna Krisztián, hát komolyan mondom. Hát. Ez őrült ez a creeper, nézd meg itt megtámad. Gyorsan visszajövök. Miket fogok itt közben, jaj. Nem, a csalás, persze, tége nem támadnak semmi, hazug. Jaj, ne gyere ide be. Menj innen. Azaz, menj mi nevet? Mi nevetett? Ott áll mögötted egy boszorkány, ha-ha. Az lehetetlen. Meg fog támadni. Dehogy fog. Nem tud, ha-ha, nem fog, nem tud megtámadni, ha-ha-ha-ha. Igen, meg tud. Nem tud megtámadni, mert úgy építettem meg a izémet, ha-ha. Ilyen simán megtámad, mint te. Hát igen, én itt chillbe vagyok a Krisztián, meg ott szarcol a szörnyekkel. Gyorsan jöjjön a kapás, mert meg fog jönni a zombi, gyorsan! Kapjál már! Hát igen. Kapj már! Nem véletlenül úgy építettem ezt meg. Azaz ott jön a kapás! Jó, azaz megvan. Ide csicska béna! A Krisztián, hát komolyan mondom. Jó. Hát igen, ezt már überelni elég nehéz lesz, amit én fogtam most az előbb. Hát igen. Igen. Mit? Egy darab szart? Hát azt tényleg nehéz, elég nehéz überelni. Hát ez az, ezt nem is lehet fogni. Akkor szerintem ez nem lesz nehéz überelni. Ott jön a kapás. De nem mellé repkedjen már. Persze, nekem mindig mellé repül a halam. Azt azért, mert béna vagy, Krisztián. Nem tudsz, hogy double horgászbottal nyomod? Aha. Hát fogok a másikat is. Fog egy másikat is a másik kezembe, hogy mindenki tudja, hogy kivel van dolga. Uh-huh. Ja, én itt el vagyok látva kajával, én itt igazából csak dőzsölök. Mi repült ki megint. Jaj, de jó lesz.
milyen hamar ott kapását. Ez most már szerintem én nyerni fog. Szinte biztos. Ha csak nem támadnak meg a zombik. Ott jön a kapás. Bár nagyon ott jön a kapás. Nagyon járőrözik itt a zombi. Hát nagyon ráőrözik. Ne járőrözzön nagyon. Megkapom aztán. Ketté. Azaz Máté, támad meg. Töröm. Menj Máté, támad meg. Meg fog fulladni. Jó, és akkor itt is ilyen fullad zombi lesz. Aha. Ez már megint mellé repül a hal, ezt nem hiszem el. Jaj, Krisztián. Hopp, ott jön a kapás. Na, gyerünk valami epic cuccot még így a végére. Na, hogy áll a... Új, már megy le a hold. Akkor mindjárt vége van. Igen. Nem sokára vége van a peca versenyben. Aha. Szinte tudta, hogy én nyerek. Gyerünk. De hogy nyersz? Gyerünk. Kapjatok, gyerünk már! Mi volt ez? Ez ilyen napszót. Átváltozott 10 évé! Halálos zombi már! Várjál, lelövöm! Asztó! Ez az! Hú. Mi, mit fogtál? Kakit fogtál, mi? Gondolom! Azért őrülsz ennyire, te kaki evő! Na, gyerünk ezzel még egy, hát... Semmit nem fogtam. Hát, haver, hivatalosan is elmondhatom néked, hogy te vesztettél. Jaj. Na jó, nem. Még azért megadom neked az esélyt, hogy hát, ha már jön is fel a napocska, hát igen. Gyerünk, jöjjön még. Haver, ezt jöjjön nem fogod überelni. Valami jó, valami enchantolt. Enchantolt gyémánt kard, gyerünk. Ott van, be van etetve, Krisz, ott oda dobd, ott be van etetve. Gyerünk, enchantolt gyémánt kard, jó! Nem hiszem, hogy lehet enchantolt gyémánt kardot. Áj, francba, zombi. A legszarabb dolgot, a legértéktelenebbet. Ilyen ez, Krisztián. Aki profi, az na. Profi. Aki bénja, az meg bénja. Jó, még nem égnek ajzék. Még... Ha már be van dobva, akkor az még ér, jó? Mielőtt elkezdenek égni. Ja. A mobok. Kapjál már. Én nem látok mobot. Kapjál már. Én nem. Ott van, már égnek. Már ég, ott ég a csontváz. Igen. Vége, hivatalosan is vége van. Na. Ez az! Hát ez nekem nagyon jól sikerült, hogy őszinte legyek. Itt is van egy kis tégem, ezt itt meg is hagyom. Ennek örömére. Jó. Hogy ilyen jól sikerült nékem ez. Na, a izé. Akkor mehetünk haza, igaz? Igen, és ha meglátod, most hogy mit fogtam, akkor nagyon tátva marad a szád, abba biztos vagyok. Na, és akkor a vesztesnek oda kell adni a cuccait a nyertesnek, jó? A vesztesnek oda kell adni a nyertesnek a cuccait, jó, és akkor a srácok döntik el, hogy ki nyert. Basszus, ez nagyon durva volt. Na, én bele is rakom a cuccaimat azonnal a Máté csesztjébe. Én is. De ne csal, nem ér rám csal. Nem csalok. Itt láthat, én nem csalok, én nem is csalhatok. Mert a srácok látják. Ezeket összekraftolom. Így, és akkor van egy két. Jó. Na. Jó. Na, én mindent beletettem, amit fogtam. Jó. Na, szóval akkor nézzük az enyémet. Te is belejössz ezt a ládába, hogy miközben mondom. Na, én fogtam 9 rászalmont, 22 rákodot, egy tropical fist, 3 pufferfist, egy water battle-t, egy nameteget, egy nyerget, egy ilyen levelet, egy tripwire hookot, és egy Unbreaking 3 Luck of the Sea 2 mendinges fishing rodot. Mi a franc? Csáló. Na, ez az enyém. Ez az én választási lehetőségem. Jött a Krisztián. Na. Jó. Na szóval, 15 rakod. 6 rászalmon, 2 tropical fish, 3 puffer fish, az nekem is ugyanannyi, de mindegy, 3 rotten flash, nyomjatok egy jó kis ha-ha-ha, Krisz a béna, kommentet a kommentek közé, jó? Unbreaking 3-as fishing rod, 2 leather boots és 2 name tag. Jaj, barátocskám. Hát meg nyerhetsz, hogy őszinte legyek, hogyha a srácok úgy döntenek, hogy neked sokkal jobb lett a lootod.
Akkor te nyertél. De hát azért ezt azért figyelembe kell venni, hogy... Hát igen, hogy ki a keményebb. Na mindegy, srácok, ott van a szavazás a sarokban, láthatjátok, hogy ki nyerte meg a horgász versenyt, és Krisz és Máté, ez a két választás lehetőség, és akkor választhattok, hogy ki nyerte meg a... Ezért. Ja, természetesen engem fognak választani, mert én sokkal ügyesebb vagyok, és én nyertem meg a horgász versenyt. Juhú, ez az. Aj, jó, ez is horgász versenyt nyerni. Csucska, szevasz. Na. Szia, Csucska, te is örülsz, hogy én nyertem a horgász versenyt? Persze, hogy örülsz. Jó van. Na, de ennyi is lett volna, srácok, ez a rész. Reméljük, hogy tetszett. Ha így volt, akkor nyomatok rá egy lájkot, csiratkozzatok fel, és találkozunk a legközelebbi videóban. Milyen régen nem köszöntünk már a Minecraft sorozatban, nem? Mindig ilyen cliffhangerrel végződik. Ja, tényleg. Ez nem jó cliffhanger, ez a jó cliffhanger. Du-du-du-du-du-du-du. Lemerjek ugrani? Lemerjek ugrani?